Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Helyit eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem. Ugye ismerős ez a szlogen. Igen, a Jancsár kerti termelői, bio és termelői piac szlogenje. És hát erről fogunk beszélni annál is inkább, hiszen 5 esztendős a termelői piac. Vendégem pedig Schulz György, a Jancsár kert piac és közösség egyesület elnöke. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Köszöntök én is mindenkit. 5 esztendő, azt hiszem, hogy ez egy hiánypótló történet a tiétek, és igazából most ilyenkor egy kicsit tekintsünk vissza. Honnét jött a gondolat, hogy szükség van egy ilyen környezettudatos, egészséges életmód jegyében megvalósítandó biopiacra? Jártam a megyét, jártam az országot, és mindenhol azt tapasztaltam, hogy gombamódra szaporodnak ezek a kis helyi kezdeményezések is. És kerestem, hogy Fejér megyéből, mondjuk egy budapesti ilyen vásáron kik vesznek részt, kik a szereplők. Kezdett ez a gondolat foglalkoztatni. Nagyon szimpatikus volt nekem az, hogy mindenki a saját áruját árusítja, az, hogy egészen biztos, hogy ezek rövid szállítási távolságokról kerülnek a piacokra, tehát kevesebb egyszert adalékanyagot tartalmaznak, és tulajdonképpen kerestem az alkalmat, hogy valahogy ez a dologhoz én is kapcsolódni tudjak, amit végül is Perecsényi György, Móri üzletember barátomban találtam meg, akit Székesfehérváron rendelkezett a Balatoni út 10 szám alatt egy ingatlannal, ez kihasználatlan volt, és mellette érdekes, ugye milyen érdekes az élet, hogy ő zöldségeket bio gazdálkodás keretében termelt. Tehát neki is saját tapasztalata van arról, hogy egyre nehezebbek vagy nehezek az értékesítési feltételek, tehát ő értékesítési helyet keresett, illetve egy olyan szervezetet, amelyik segít kihasználni az ő fehérvári ingatlanját, és továbbá pedig a saját biofarmján termett zöldségeket jobban tudja értékesíteni. Íve lett a történetnek annyi szent, hiszen az első pillanattól kezdve, hogy a figyelemmel kísérjük a piac mindennapjait, munkáját, ünnepeit, és én azt figyeltem meg, hogy egyre több őstermelő csatlakozik hozzájuk. Hogy lehet őstermelőkre bukkani? Azon túl, hogy nyilván szájról szájra adják, hogy ez egy jó hely, érdemes ide jönni. A kezdetek a nehezek, amikor meg kell találni azokat a személyeket, azokat a családokat, mert hiszen nagyon sok esetben családokról van szó, akik magas minőségben, színvonalasan és tartósan, hétről hétre képesek elhozni a piacra a termékeiket. Tehát talán a legeleje volt a legnehezebb. Te emlékszem, a csarnokban talán 4-5-en kezdtünk el együtt partnerként dolgozni a piacon, és hát ez a szám úgy növekedett a 10-szeresére. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy eléggé korlátozott a szám az őstermelőknek. Itt is arányos egyébként a mennyiség és a minőség, de annyival többen lettek, a minőség viszont nem romlott, mert amennyire tudom, mindig odafigyeltek arra, hogy valóban őstermelők jelenjenek meg a piacon, és hogy az legyen ami. Igen, hát ugye nálunk is alap az őstermelőknél, a kistermelőknél, vagy a háztai gazdálkodóknál, hogy minden állami, hatósági, élelmiszerbiztonsági előírásnak, követelménynek meg kell felelniük. Tehát ők nagyon sokat tesznek otthon a gazdaságukban azért, hogy ezeknek a élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfeleljenek. Nagyon részletes és nagyon magas követelményrendszert kell teljesíteni. Talán ezt nem is sejtik, akik a piac vásárlói, de ez nálunk alapvetően ugyanúgy alap. Azon kívül hát kell valamilyen intuitív értékesítési saját ösztönnel és jó tulajdonsággal rendelkezniük. Nagyon sokat számít az, hogy valakinek nem csak jó a terméke, hogy magas minőséget jelent a terméke, de még jól el is tudja adni. Tehát a piacon lehet jó példákat látni arra, hogy milyen egy jó értékesítő, hogy a vásárlónak egy szemkontaktust létesít vele, kóstoltat, vagy netán recepteket is kínál egy-egy termék mellé, például a spárgánál fordult elő legutóbb, hogy ugye sok fiatal számára elég ismeretlen zöldség, és akkor aki... Már pedig különleges. Ugye látjuk a füzetben, a füzetről majd később. Igen. Egyébként az álságosságot bünteti a vásárló. Tehát itt a tartalom és a forma összetartozik mindenféle értelemben. Tudtok-e
tehát ha van egy új jelentkező, látogattok-e helyeket, ahol termelnek? Tehát szükséges-e, hogy a piac vezetői, a közösség egyesület vezetői megnézzék, hogy ez hol is van, és valóban az-e? Igen, ez állandó. Van erre? Abszolút igen, ez állandó törekvésünk, és én szinte valamennyi termelőnél jártam. Egyszerűen azért is, nem csak azért, hogy valóban megnézem azt, hogy náluk vannak-e a tehenek, az állatokat milyen körülmények között tartják, vagy éppen az a fóliasátor, ahol a bioparadicsom terem, az mennyire szép és mennyire jól gondozott, hanem akár az irántuk való tiszteletből is, az ő munkájuknak a megbecsüléséből is. Szerintem egymás munkáját tiszteljük meg akkor, hogyha érdeklődünk természetes módon a másik munkája iránt, nagyon sokat lehet tanulni tőlük, nagyon sokat lehet megtudni tőlük, és pontosan ez a piac fejlődésének egy új irányát jelenti, hogy szeretnénk a vásárlókat, látogatókat fokozatosan, először egy-két-három tanyára, majd pedig minél több gazdához kivinni, vagy pedig kint olyan feltételeket teremteni egy-egy Fehérvárhoz közeli tanyán gazdaságban, hogy érdemes legyen 17 kilométert Pátkára megtenni, vagy Oronpuszta, igen. Magam is, remek ötlet. Tehát abszolút nyitottak ezek a dolgok, és ez egy nyílt dolog, hogy ha valaki egészséges körülmények között minden hatósági előírásnak megfelelően magas minőségű élelmiszer alapanyagot tud előállítani. Ugye ez bizalmi elven működik, ezt nagyon is jól tudjuk, és én azt gondolom, hogy remekül ráadásul. No, de ehhez az is kellett nyilvánvaló, hogy az agrártárca, tehát a szaktárca is odafigyel az őstermelőkre, ugye igazolvány és így többi, támogatási rendszer is megváltozott, ugyanakkor a kamara, tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nem különben, és így kialakult egy olyan kapcsolatrendszer, amely egymásra épül. Igen. Tehát én azt hallom, hogy mi egy társadalmilag hasznos funkciót töltünk be, alapvetően Székesfehérvár lakossága számára, a környéken élők számára, mindenki számára, aki velünk felveszi a kapcsolatot és meglátogatja a piacot. Tehát hasznos és társadalmilag hasznos szolgáltatást nyújtunk, és ezért többféle kormányzati ág kapcsolódik hozzánk, tehát akár az egészségpolitika, egészségügy, egészségmegőrzés vonalát gondolom, akár pedig az agrárgazdaságot. Természetesen nagyon szoros ezer szállal kötődünk az agrárgazdasághoz, és mint az érdekképviseleti szervével, az agrárkamarával évek óta egy együttműködést alakítottunk, hiszen az ő feladatuk is, hogy segítsék az őstermelőket, és hol találhatók meg? Itt Fehérváron, Fehérvár környékén így koncentráltan, szombat délelőttönként nálunk. Így van. No, ehhez viszont az is kell, mert egy piac az önmagában csak egy piac marad mindaddig, amíg nincsenek olyan színes, változatos programok, amelyekre mindenki felkapja a fejét, legyen az vásárló, vagy jövendő vásárló, mert másmilyen ember nincs szerintem, és ti ebben is élen jártok. Hiszen termelői mustrák és vásárok vannak, egészségpiac van, és így tovább. Ugye kezdjük a termelői mustra és vásár. Nagyszerű kezdeményezés volt, és ezt ráadásul színesíti egy szakmai konferencia. Tehát a kettő így kézenfogva jár, és azt hiszem, hogy ez megint egy pluszt ad az egész történethez. Igen, hát mindig igyekszünk, hogy ne csak a gyakorlatban, ami a legfontosabb, mutassunk jó példákat, hanem ehhez az egész őstermelői, kistermelői, háztáji gazdálkodás a szakmai kérdéshez mindig aktuális, érdekes kérdéseket tudjunk hozzátenni, és ezért van ez a most már egyre szélesebb köröket érintő értem alatt, hogy megyei vagy országos érdeklődés kiváltó őstermelői konferenciánk, ahol egy délelőtt előadások, tájékoztatók, kerekasztal beszélgetések keretében mindig az aktuális jogszabályi környezetet nézzük meg, a pályázati lehetőséget a kistermelők számára, hatósági előírásokat, ezeknek a változásait, legérdekesebb európai irányvonalakat, fejlődési irányvonalakat, valamint próbálunk hozzátenni ez a kérdéshez, hiszen ez a jajcsákra termelői piac egy jó kísérleti terep is, hiszen rengeteg tapasztalat összegyűlt az öt év alatt, és ezeket
ezeket hasznosítani tudják akár a kormányzati szerveknél is. Hát több példát tudnék mondani, hogy hány helyen tartok tájékoztatót, előadást, vagy kerekasztal beszélgetésen veszek részt. Viszem magammal ezeket a tapasztalatokat, amit a kistermelőktől gyűjtöttem. Igen, és ahogy a képeken is látjuk, én azt gondolom, hogy ez természetesen így van, hiszen nem tudom, hogy hány szorozódott meg, de nagyon-nagyon sokan járnak a piacra a hétköznapokon, és az ünnepeinkről ne is beszéljünk, hiszen majd szintén erről később meg lesz. A Magyar Nemzeti Vidékhálózatról kérdeznélek, hiszen ez megint kapcsolódik, és ennek ékes példáját látjuk, például, hogy ugye a Pázmánd és Pájz Egyesület, azért nevesítem őket, mert nyilván van másutt is, a rövid idő alatt nagyszerű sikereket ért el a segítségetekkel. Szintén fontos együttműködés és állandó információcsere jellemez minket a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal, és volt egy kezdeményezésünk, hogy megpróbálunk összefogni a környéken, vagy akár országosan is ezeket a termelő és biopiacokat. És természetesen az első útunk Pázmándra vezetett, ahol egy nagyon jó helyi kezdeményezést találtunk, akik nagyon szisztematikusan, rendszeresen ott a településen élő termelők kiváló termékeit gyűjtik össze hétről hétre, és egy internetes felületen történő értékesítéssel ezt propagálják. Ez azért is jó példa volt számunkra, hiszen a mi termelői piacunk nem egy egyszerű szombati értékesítő hely, hanem egy találkozási pont a vásárlókkal, ahol a vásárlók megrendeléseket adnak le a termelőknél, ahol felveszik velük a kapcsolatot, és lehet, hogy legközelebb már kimennek hozzájuk vásárolni. És amit szeretném megvalósítani idén, az, hogy körültekintően egy webáruházat fogunk, egy webshopot fogunk nyitni a piacnak azon termékeire, amelyek könnyen eltartatók és jól megtartják a szabadosság idejüket. Tehát az MNVH és a Pázmándi Spáz is ebben a tekintetben számunkra is nagyon hasznos volt, hiszen ilyen értelemben tapasztalatokat szereztünk. Igen, ez már egy igazi 21. századi megoldás. Mint ahogy a kezemben tartott füzet is, ez a míves füzet, kérem szépen, kedves nézőink, a Jancsárkert Egyesület Vásárpiac és Közösségi Tér kiadványa 2018-ban. Itt ez nem önmagában csak egy visszatekintés, hiszen itt van Kovács Saci és Demeter Bence, a mi csodálatos világbajnok öttusázó párunk, akik talán mondhatjuk, hogy a piac arcai, hiszen ez a két csodálatos ember megtisztelő lenne. Megtisztelő, hogy folyamatosan ott vásárolnak. És ahogy ti itt fogalmaztok, hogy honnét érkezünk, tehát nagyszerű ez a füzet, mindenkinek ajánlom, hogy jószerivel lefedi Fejér megyét egyik oldalról, tehát ez óriási eredmény. A másik oldalról pedig, ha megnézzük azt a sokszínűséget, hogy mi minden szerepel, milyen őstermelői termék és termény ebben, én azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus dolog. Valóban szerettük volna tovább erősíteni a bizalmat az őstermelők, a termelőink, az egyesületi tagjaink és a vásárlók között. Már kaptam olyan visszajelzést, hogy akkor most már tudom, hogy most Mariannak hívják azt a kedves sajtárus hölgyet, vagy most már név szerint is megismerik az árusainkat, és ugye mindenkről egy pár sort leírtunk, hogy mikor kezdett el foglalkozni azzal a termékkel, hol van a gazdasága, hol van a tanya, mik a legkedvencebb termékei. Egy kicsit próbáljuk ezt a bizalmi hidat erősíteni a vásárlók és az árusok között. Van még ennek a füzetnek egy olyan fejezete, amelyben székesfehérvári, illetve a Szentgyörgy Kórházban dolgozó egészségügyiek, orvosok, főorvos urak mondanak egy pár sort arról, hogy miért érdemes ezeket az organikus termékeket vásárolni. Egészségügyi szempontból, táplálkozás egészségtan szempontjából, hogy miért kedvezőek ezek a termékek az egészségre. Ez is egyébként egy ilyen érdekes része ennek a füzetnek. Kicsit az 5 évet foglaljuk össze, egy kicsit magunkat is megajándékoztuk ezzel, 5 év munkája tükröződik benne. No, az elmúlt héten rendezték az Itthonról Otthonra fórumot először Székesfehérváron, két iskolában járt Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szóvívője. Most halljuk meg
őt, hogy mit mond, mit gondolnak az egészségtudatos táplálkozásról, és utána még erről szót váltunk. Egy programot indított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amelynek során a középiskolás, illetve az általános iskolás fiatalokat szeretnék megszólítani. Tulajdonképpen mi ennek a programnak a célja, miért tartották fontosnak életre hívni? A programnak a neve Itthonról Otthonra, a célja pedig az, hogy a helyi termékeket, illetve szélesebb körben a magyar termékeket megismertessük a gyerekekkel, illetve azon közönséggel, akik nem feltétlenül az agráriumban tevékenykednek, de mindennapi fogyasztói a jó minőségű magyar élelmiszernek. És azt gondoltuk, hogy ha alapvetően a felnőtteknek szóló programsorozatot elvisszük az iskolás gyerekekhez, akkor az ő szemléletüket már most úgy tudjuk formálni, hogy későbbiekben tudatos fogyasztókká válik. Miért fontos ez? Azért fontos, mert szeretnénk rávilágítani a figyelmüket a helyi termékekre. Szeretnénk, hogyha tudnák, hogy a saját kis környezetükben melyek azok az élelmiszer alapanyagok, amelyek megteremnek, amelyeket a termelők nap mint nap termelnek, és úgy kerül el hozzájuk, hogy ténylegesen az ő környékükről, az ő sajátosságaikkal együtt jut el a fogyasztókhoz. És ez miért fontos egyébként, hogy inkább a helyi termelők áruit részesítsék előnyben? Azon túlmenően, hogy ezzel a helyi gazdálkodókat segítjük, a legfontosabb én azt gondolom, hogy a gyermekek szempontjából, hogy tudják azt, hogy ezek a személyek az arcukat adják ezekhez a termékekhez. Nem valahonnan ide kerülnek, hanem tudják, hogy kik azok a termelők, akik vállalják az arcukat, a nevüket, a mindennapi munkájuknak az ellenőrizhetőségét azzal, hogy egy-egy terméket eljuttatnak az értékesítő helyek polcaira. Jobb minőségű termékek ezek egyébként, mint a külföldről behozott cikkek? Alapvetően mondhatjuk azt, hogy a magyar élelmiszer kiváló minőségű, és nekünk, magyar embereknek a legjobb. De ha abba belegondolunk, hogy itt az előadás egy része kifejezetten a zöldségekre, gyümölcsökre fókuszál, hogy hány ezer kilométert utazik néhány gyümölcs, hogy ideérjen, vajon az lehet az egészségesebb számunkra, vagy az az élelmiszer, zöldség, gyümölcs, amit kimenve a kertbe bárkinek elérhető, illetve azok a gyümölcsök, amelyeket itt termesztenek a termelők, a gyerekek láthatják is hazafelé menve az iskolából, hogy na tényleg itt van egy almás, itt van egy málnás, ú, de milyen szép, szeretném leszakítani. Azt gondolom, hogy ez mindenképp jobb a számukra. Mi az, amiben jeleskedünk mi magyarok? Nagyon sok minden van, lehetne zöldséggyümölcsökről beszélgetni, de beszélhetünk állati termékek előállításáról, gombáról, nagyon sok mindenben nagyon jók vagyunk. A probléma inkább azzal van, hogy erről nagyon kevesen tudnak. Számunkra természetes, hogy ott van az a szép piros alma a polcon, és hogy ezt valaki megtermeli. Kevesebben tudják azt, hogy mennyi viszontagsággal jár egy mezőgazdasági alapanyagot előállítani, bármely szegmensről beszélünk. Azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ezt a gyerekek lássák is, és érezzék is, és itt az előadás végén pedig meg is kóstolhatják, tehát személyes élményük is adódik ebből. Tudatos vásárlásról is szó lesz. Ez tulajdonképpen mit jelent? Tehát mi az, amire figyelni kell azon túl, hogy a helyi termelők portékáit vásároljuk meg? Az előadás egy részében kitérek a táplálkozás kritériumaira, hogy melyek azok, amelyek egy emberi szervezetnek a napi egészséges létfenntartáson túl az egészséges közérzet kialakításához is szükséges. Naponta ötször minden színből, ez azt jelenti, hogy az öt élelmiszer, illetve zöldségcsoportból, tehát az öt színű zöldségcsoportból naponta ötször fogyasszunk. Nagyon fontos az, hogy ők ezt már most beépítsék a mindennapjaikba. Itt elhangzott az előbb, hogy jönnek a gyerekek 10 óraizni, tehát itt még az iskolában megélik a napi ötszöri étkezést. Az a tapasztalat, hogy ahogy idősödünk a rohanó világunkban, ez egyre kevésbé marad meg mindenki számára. Először csak 4-szer, aztán 3-szor jó esetben. Van, aki még annyiszor sem, azért, mert rohanunk. Szeretnénk rávilágítani arra is, hogy mennyire fontos egy jól működő szervezet számára az, hogy megfelelő tápanyagokat kapjon, és megfelelő legyen a változatosság aránya is a táplálkozásban.
A gyerekek mennyire vevők, mennyire befogadók ezekkel az információkkal kapcsolatban? Személyes tapasztalatom az, hogy először megrökönyödve hallgatják a sokszor számukra is egyértelműnek tűnő információkat, és ahogy halad az idő, és egyre inkább belemegyünk az előadás anyagába, egyre több kérdés fogalmazódik meg bennük. Ez az a korosztály, akik még érdeklődve teszik fel a kérdéseiket. A középiskolásoknak egy kicsit más az előadásanyagot próbálunk, egy kicsit gazdasági kitekintést is nyújtani, azon túlmenően, hogy élelmiszer, mi is az az élelmiszer gazdaság. Itt az általános iskolában alapvetően arra koncentrálunk, hogy nekik a szemléletüket úgy formáljuk, hogy ezek az élelmiszerek, ezekre van szükségünk ahhoz, hogy egészséges felnőttekké váljunk. Nos, kérem szépen, Süle Katalintól tulajdonképpen azt kaptuk, azt erősítette meg, amiről itt már beszéltünk végig. Viszont ez mindenképpen jó ez a program, hiszen most már a középiskolákban a diákoknak is megerősítetik, hogy valóban az egészséges életmód egyik alapja az egészséges étkezés. Ez az itthonról otthonra program nyilván fontos, hiszen te magad is ott voltál. Valóban mi is minden eszközt megragadunk arra, hogy a fiatalokkal, talán még a gyerekekkel is ezeket a gondolatokat megismertessük. Nem egyszerű eljutatni hozzájuk ezeket a gondolatokat, hogy ne tűnjen a számukra unalmasnak. Ennek a fizetőknek a bevezetőjében, ahogy említetted, Kovács Saci és Demeter Bence említették, hogy egyszerűen mióta jobban odafigyelnek a táplálkozásukra, megválogatják, hogy mit esznek, organikus élelmiszereket, nem feldolgozott élelmiszereket, nem cukrozottakat, azóta több az energiájuk, kevésbé fáradtak, és mondjuk, hogy jobban néznek ki. Tehát, hogyha ezeket a gondolatokat sikerül fiatalokhoz, középiskolásokhoz, vagy akár még általános iskolásokhoz elvinni, akkor talán jobban megértik azt a közmondást, hogy az vagy, amit megeszel. És hogyha egy kicsit ebbe akár életegészségtani szempontból belegondolunk, hát valóban erről van szó, minden bevitt táplálék az valójában valahogy hasznosul vagy nem hasznosul. Olvastam nemrég egy fehérvári főorvostól, hogy az elmúlt időszakban 80 ezer új vegyületet találtak ki a tudósok, és ugye nagy verseny folyik az élelmiszereknél, hogy minél kívánatosabb legyen, jobb íze legyen, kellemesebb színe legyen, hogy megszerettesse magát a vásárlókkal. És nyilván az emberi szervezet számára ezek az új vegyületek, amelyek ízfokozók, vagy tartósítók, vagy egyéb más tulajdonsággal rendelkeznek, ezek ismeretlenek, hiszen az emberi szervezet nincs ezekre felkészülve. Tehát éppen ezért sokkal biztonságosabb valaki számára, aki egészséges akar maradni, jól akar kinézni, fit akar maradni, hogy győződjön meg arról, hogy amit ő vásárol, az közelben termett, milyen ismerte az eladója, milyen tulajdonságokkal rendelkezik az az élelmiszer, és ezeket az organikus alap élelmiszereket a fogyasztja, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel egészséges tud maradni, mint a nagyobb távolságról tartósítószerekkel, adatanyagokkal fel turbózott élelmiszerek esetében. Egyet értek. Nos, eljutottunk addig, hogy ugye az 5. születésnap, ami bizonyos értelemben búcsú is, hiszen rövidesen a helyről ugyan nem, de mi lesz a sorsa a Jancsár kertnek? Azért erről essék szó. Igen. Egy megújulás előtt állunk, a szó fizikai értelmében is, meg talán a piac esetében az átvitt értelemben is. Az átvitt értelemnél még az előző fiatalokkal való párbeszéd gondolatához csak egy mondatot hozzátéve, a polgármester úrnak tettünk egy javaslatot, hogy szeretnénk iskolásokat nem így, mint ahogy ebben a nagyon színvonalas agrárkamai rendezvényen, hanem
a gazdálkodók tanyáján megismertetni ezekkel az alapgondolatokkal, és ott helyben megmutatni egy biogazdálkodás, egy növénytermesztés vagy egy állattartás körülményeit, és nyilván élményt nyújtani nekik ezzel. Tehát, hogy kivinni őket egy kirándulás keretében, egy uzsonnát készíteni velük együtt egészséges élelmiszerekből, megteríteni egy szép asztalt, és ott egy pár órát eltölteni, és beszélgetni ezekről a dolgokról, hogy hogy tud mindenki jobban figyelni a táplálkozására. Tehát ez az átvitt értelmű megújulása a piacnak, fizikai értelemben pedig egy új piaccsarnokot építenek a piac számára a terület új tulajdonosai. Székesfehérváron ők egy magyar testvérpárról van szó, egy ajkai magyar testvérpárról van szó, Korbé Istvánról és Korbé Györgyről, akik az Eurofamily üzlethálózatnak a tulajdonosai. Ők ennek a 6000 négyzetméternek minden négyzetméterét felújítják, és Székesfehérvár egy új ékességgel fog gazdagodni. Egy megszépült terület fogja majd az odalátogatókat fogadni, nem csak a mi új piaccsarnokunkat illetően, hanem az épület, amelyik most már 50-60. Évébe lépett, ez is megújul, egy nagyon színvonalas magyar üzlet fog benne létesülni, az emeletén pedig egy természetgyógyász, egy gyógyközpont fog létesülni. Tehát ez is a társadalmi hasznosság jegyében, amit mi is vallunk most már 5 év óta, hogy szeretnénk itt a fehérváriak javára dolgozni, és hát a lépésénket ez vezérelte, az új tulajdonos és új üzletfilozófiájuk, ami az ő esetükben nem új, talán itt Fehérváron új, szintén ezt szolgálja, hogy hasznosnak lenni, egy jó dolgot, szép, hasznos dolgot nyújtani a fehérváriak számára. Nagyszerű, és akkor egy dolog maradt hátra, péntek este van, és már készülünk a holnapi, tehát a 3. kolbásztöltő fesztiválra. Erre invitáljuk meg együtt az embereket, hiszen ez nagyon-nagyon népszerű rendezvény, nívós rendezvény, és ráadásul egy a kolbász egy igazi magyaros törölmetszett, magyaros étek, amit mindenki szeret, legalábbis bízom benne. És színes, változatos programok lesznek holnap is. Igen, lényegében ebben az egy eseményben valójában két esemény bújik meg. Ugye folytatódik a szombat délelőttönkénti termelői piac, tehát ez ugyanúgy meg lesz tartva természetesen, mint előtte 249-szer, ez lesz a 250-edik, és említettük az átépítést, a terület modernizálását. Ez idő alatt is minden szombaton lesz piac változatlanul. Lehet, hogy nem a megszokott helyen, hanem egy nagy sátorban, de minden szombaton várjuk a vásárlókat. Tehát a piac és változatlanul holnap is meg lesz, és mellette pedig felállítottunk egy nagy 300 négyzetméteres rendezvény sátrat. Ott folyik majd a kolbásztöltés és a színpadi programok, illetve a sátor és a csarnok között pedig gasztro utca lesz, kitelepülések lesznek, sok árusa lehet találkozni, és a fehérváriak által az elmúlt évben megszerettetett, akik megszerették a mohácsi busókat, tehát autentikus mohácsi busok fognak érkezni Fehérvárra, és az őket kísérő délszláv zenét játszó Pokládé zenekar. Remélem, hogy nagy kóló táncok lesznek, és mindenki jól érzi magát. Köszönöm szépen Schulz Györgynek, és kedves nézőink, tehát várjuk Önöket holnap a Balatoni úton, a piacon, hiszen Kolbásztöltő Fesztivál 3. alkalommal, és ne feledjék, helytől veszem, helyt eszem, helytől veszem, mert helyén az eszem, maradjon ez így továbbra is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm Schulz Györgynek, minden jót kívánok, viszontlátásra!